fertelmes, ami a Fertő tó körül történik. Állami pénzből, vagyis a miénkből, de nem nekünk, épülhet majd egy 4 csillagos szálloda, kikötő és 16 teniszpálya. A Nemzeti Park területén Mészáros Lőrinc cége vezényli a beruházást, amely ellen hiába tiltakoztak a helyiek. A közpénzből pörgő gigaprojekt a világörökségi védettségben szerepet játszó cölöpházakat sem kíméli. A partot 2 éve Sorompó és Őrbódé zárja le. Nem érdemes az izom emberekkel vitatkozni, mindenkit elzavarnak. A Mutyi levezető elnöke ebben az esetben a KDNP és Kárpáti Béla, Sopron főpolgármestere, aki a NER üzlethez reménykedik uniós pénzben is. De miután a kormány magához ölelte ezt a NER privatizációt is, már van rá 23 milliárd, nyugodtak lehetünk, minden kényelmet megadják majd maguknak a NER lovagok. 813 vitorlás tulajdonos már a kezét dörzsöl. 52 hektárnyi terület átalakításáról van szó, amelynek során 100 ezer négyzetméternél nagyobb területet terveznek leburkolni. 880 autónak épül parkoló a természetvédelmi területen. Szegény, fertőrákos falu lakói már szedhetik az aszpirint, hiszen az építkezés üteme alatt naponta több száz teherkocsi fog áthajtani a főúton, más lehetőség nem lévén. A cölöpházak elbontásával viszont vabankot játszanak. A cölöpházak ugyanis az UNESCO világörökségi kezelési tervében megőrzésre érdemes épített örökségként van felsorolva. Oké, az UNESCO-nak nincs hadserege, de biztos, hogy jó hírünket nem keltik klímaválsággal küszködő világunkban. Talán csak az OTP jár majd jól, amikor 42 millió forintért eladja a bontásra ítélt cölöpházát. Kárpáti Béla hál' Istennek keményen tűri az osztrák zöldpárti politikusok támadását. Igaza van, magyar hagyomány Bécsnek az újunkat bemutatni.